Sziasztok, Kömke vagyok. Ez egy monopodcast adás lesz. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy forgalom zaja beszűrődhet, meg néha mondani valóm debilnek tűnhet, mivel hogy a vezetésre koncentrálok elsősorban. Mostani podcastünk témája az a válaszfalak kérdése. Főként új házaknál merül fel ez állandó kérdésként, hogy milyen válaszfal legyen, meg hogy legyen. Természetesen mindenki kapásból rávágja, hogy tégla! Felújításoknál, itong! Úgyhogy tegyük tisztába a dolgokat. Kezdem a sokak számára rossz hírrel. Az itong egy végtelenül szar válaszfal anyag úgy, ahogy Magyarországon használják. Ugyanis az itong, az annak megvannak a maga előírásai. Egyrésztről két soronként húzalozni kellene, másrésztről, ami szinte sehol nem történik meg, másrésztről saját habarcsát, falazó habarcsát kellene használni. Mit használ helyette a magyar kömüves? Csemperagasztót. Mert hogy a saját habarcsa az olyan, mint a takony, és hogy két-három sornál többet nem lehet felrakni egyszerre, mert egyszerűen elcsúszkál rajta a tégla. Harmad sorban saját áthidalókat kellene alkalmazni, ami ugyanolyan anyagból van, hogy ne legyen a eltérő hőtágulás miatt folyton repedés, ha beépítenek egy kerámia áthidalót. Ezeket szinte soha nem tartják be. Negyedszer, mit mond egy köműves vagy egy kivitelező, hogy miért használ itong falat? Mert azt elég csak két oldalról vetteni, meg drive-it hálózni. Hát a lófaszt. Hát ez egy tipikusan magyar módszer, basszus, hogy fogjuk és bedrive-it hálózzuk, és beragasztózzuk, és kész. Nem. Itongnak megvan a saját belső vakolata 8 mm vastagságban, amit rá kellene tenni. Egyrésztről mocskosú drága, másrésztről vakolni kell, amit nem szeretnek a szakik. De egyébként például gipszes vakolat is, tehát gipszes képi vakolat is nyugodtan rámehet. Ne. Amit nagyon kevesen tudnak, az itong előírásai között szerepel, hogyha bármilyen csövezés belekerül az adott válaszfalba, akkor már az egy mérettel nagyobbat kell alkalmazni. Azaz, ha van egy 10-es válaszfalunk, amiben belekerülnek mondjuk lefolyócsövek, vagy kádnak vízcsövek, vagy ilyesmi, akkor 12,5 centi vastagot kellene fölrakni. Ugyanis az itongnak viszonylagosan rossz a hangátlási tulajdonsága, és ezeket még le is rontják. Egyrésztről nem ékelik ki, másrésztről, ahogy már az előbb említettem, nem vakolják rendesen be két oldalról, harmadrésztről pedig a 10-es falba lazán beleharapnak 4-5 centit, és így gyakorlatilag nulla a hangátlása az itong falnak. Nem véletlenül szígyák egyébként azok, akiknek ilyen van, és benne laknak, benne élnek. Tehát maga az anyag egyáltalán nem rossz, csak nem helyesen van alkalmazva, és emiatt viszont, mert ezt senki nem csinálja meg normálisan a helyes alkalmazását, ezért én nem is szoktam kiírni itong falat, és ami még érdekes, hogy azt mondják, hogy mert könnyű. Könnyebb, mint a tégla, de akkor is egy vonalmenti teher, azaz nem lehet automatikusan berakni. Például fafödémre, vagy ilyesmire nagyon sok helyen látom. A sima kerámia válaszfalazatnál is a két soronkénti húzalozás rendszeresen kimarad, a kiékelés nagyon sok helyen látom kimaradva, a vakolást azt ugyebár nem tudják kihagyni belőle, és ahogy így fél szóba kitértem rá, ez egy viszonylag nehéz falazat, tehát például egy tetőtérbeépítésnél, vagy egyebeknél meg kell nézni, hogy mi van alatta, ugyanis egy hosszanti vonalmenti terhelésként szóló gerendára, vagy akár béléstestre rárakni, hát nem feltétlenül ildomos, mert repedés, könnyen lehetnek repedések. Én nagyon sok helyre javaslom a gipszkarton válaszfalakat. Erre meg a
Az építették szoktak felhördülni, meg a köművesek, hogy hát az mekkora szar, meg milyen, meg minden. Egy normálisan megépített gipszkarton fal, ami azt jelenti, hogy kétszer kettő réteg, fémprofillal, és közötte akusztikus gyapottal, izoverakusztó vagy bármi mással, a létező legjobb hangátlást adja szinte az összes válaszfal közül. Válaszfal típus közül. És, ami nagyon fontos, hogy ez már építés technológia, hogy megcsinálják a vászszerkezetet, egy oldalról bekartonozzák, és utána jönnek a gépészek, villanyszerelők, berakják a csöveket, minden egyebet, tehát nincsen szétvésve az egész szerkezet, meg minden, hanem benne rejtőznek a csövek, amiben belekerül a hangászló gyapot, és a másik oldalról lefedik. És utána már csak glettelni és festeni kell. És ami egy fontos tényező, hogy még növelhető is a hangátlás azzal, hogy egy, kettő vagy akár négy réteget kicserélünk akusztikus gipszkartonra, erre a kékre, ami sokkal nagyobb sűrűségű, ezáltal sokkal jobb a hangátlása. Mindig kérdésként merül fel, hogy de hát a gipszkarton falra hogy tudok rögzíteni? Először is a két rétegű gipszkartonozásnál a normál dűbelnek a szakító szilárdság az 30 kg, azaz az már egy elég jó, de ha felső szekrényt akarunk rögzíteni, mosdószekrényt, vagy bármi olyat, amiről tudjuk, hogy ott lesz és nehezebb lesz, azt szoktuk csinálni, hogy vagy erősítő bordákat rakunk be arra az adott helyre, vagy pedig az alsó réteg gipszkartont kicseréljük 12 mm-es OSB-re. Rengeteg lehetőség van a kiváltásra, megerősítésre, de a gipszkarton fallal kapunk egy könnyű szerkezetet, ami mégis nagyon jó hangátlási tulajdonságokkal rendelkezik, nem reped állandóan szarrá, mint egy itongfal, és egyébként, ha végig számoljuk költségekben, akkor egyenérték. Tehát mire végig számolunk egy téglafalat kétoldali vakolattal, a gépészetnek a vésési plusz költségeivel, glettelése, festéssel, ugyanott leszünk, mint a drágának mondott gipszkartonfal. Gyors, tiszta és viszonylag egyszerűen elkészíthető. Amit még ki szoktunk írni, ha a hangátlás fontos, és valaki nem szeretne gipszkarton falakat, itong gyártmány, de Silka, tehát Silka alnéven, ezek kifejezetten hangátló téglák, mészhomok téglák, ebből van válaszfal tégla is. Ami itt érdekes, hogy ezeknél az elemeknél van benne hosszában kettő darab lyuk, amiben, tehát függőlegesen hosszába, bocsánat, amiben a seprűnyél pont belefér, majd mindjárt mesélem, hogy ez miért érdekes. És az az érdekesség az egésznek, hogy ezeket hivatalosan úgy kellene felrakni, hogy a lukak egymás fölé essenek, ugyanis abba bele lehet húzni például a villanyszerűnek a csövezését, azaz nem bassza szét egy horonymarással vagy egyebekkel a hangátló téglát. Jó pár évvel ezelőtt, amikor egy ilyen falat kellett raknunk, akkor a köművesek kérdezték, hogy hát oké, hogy egymás fölé esnek a lukak, de hát ott van a két fal között a habarcsézag, ami eltömíti a lukakat, és akkor mondta nekik, hogy hát gyerekek, ott a söprű, azt végig toljátok, ha én jövök ellenőrizni, és végig tudom benne nyomni a söprűnyelet, akkor jól csináltátok a dolgot. Igen, ám csak amikor már elértek közel a plafon tetejéhez, akkor szóltak vigyorogva, hogy na akkor hülye gyerek, most nyomd végig rajta a söprűt, amikor föntről fél métered van bedugni a söprűnyelet, lent meg van 2,50-ed. Úgyhogy ez egy jó vicces történet, meg jó vicces sztori volt, aztán mégis gégecsövet dugtam le, és ha az le tudott menni, akkor jó volt a falazás. Szilkánál is vékony vakolat illene, ott is általában csak
private hálózás van, ami megint csak nem megfelelő, és azt tudni kell a szilka tégláról, meg hát az összes hangátló, deklaráltan hangátló tégláról, hogy azok azért hangátlóak, mert nagyobb a sűrűségük, ezáltal jóval nehezebbek, tehát statikailag tervezni kell az alattuk lévő födémet, vagy ajzatbetont, vagy bármi egyebet erre. Tervezésnél oda kell figyelni, számomra tervezőként ez ezért egy fontos dolog, hogy előre kitaláljuk, hogy hová milyen típusú falat rakunk, mert ott bizony, akár lehet, hogy a szerelőbetonba még két szál vasat oda kell rakatnom nyomvonalba, mert tudjuk, hogy ott mondjuk akár 15-ös szilka fal lesz, hogyha például volt olyan ügyfelem, aki zenész, és neki otthon volt egy ilyen próbaterem jellege, amit el akart szeparálni az egész családtól, és 15-ös szilka falakat építettünk körbe a szoba köré. Nem ördögtől való egyáltalán a gipszkarton válaszfal, viszont rohadtul ördögnek való az itong válaszfal úgy, ahogy a Magyarországon a kivitelező 90%-a csinálja. Sokszor volt olyan, hogy én szóltam a kivitelezőnek, hogy öreg, két soronként húzalozás, saját habarcs, és saját áthidaló, és vakolni, és ott hápogott, hogy hát ő nem erre számolta ki az egészet, mert hogy pont az a jó az itongba, hogy csemperagasztó a pillanatok alatt lehet vele haladni, ugyebár sima fűrésszel lehet vagdosni, nem kell flexelgetni, egyebek tök jó méret pontosra lehet vagdosni, tehát kivitelezői szempontból, meg hát nem kell vakolni, hanem csak letteljük, kivitelezői szempontból kurva gyorsan lehet vele haladni, ezáltal egyébként eladásra épülő házakban nagyon-nagyon rendszeresen találkozom vele, szarul elkészítve természetesen. Úgyhogy itt egy igen erős ellentét feszül általában köztem és a kivitelezők között. Ha megtalálom a képet, nagyon-nagyon rémálomszerű itongfal kivitelezésről, ahol a kivitelezőnek kiírtam, hogy miből, hogyan kell megcsinálni, és képzeljétek el, hogy nekiállt, fölrakott négy sort, és hát az itong habarcson, mint a taknyon szétcsúszott az egész, és olyan fogas lett, ilyen egycentis kilógások voltak a téglánál, hogy ránézni is szörnyű volt az egészre. És amikor a megrendelő visszabontatta vele az egészet a francba, illetve hát nem fizette ki, és jót egy új szakit, akkor meg ment a hápogás, meg a puffogás, hogy ez azért, mindez azért van, mert nem így szoktuk. Na, még egyszer, ennyi lettem volna mostanra, a viszont hallásra, sziasztok!